Negyedik alkalommal szervezték meg a Pulzus székelyudvarhelyi művésztelepet. A 10 napos táborban 10 hazai és külföldi művész alkot, az elkészült munkákat pedig kiállítás keretében lehet majd megtekinteni. Művészek alkotnak a székelyudvarhelyi Spanyárház udvarán. A résztvevők képzett és elismert művészek, akik nem jártak még a Pulzuson. A meghívott alkotók listájára minden évben különös gondot fordítanak. Hazai művészek mellett Magyarországról és Litvániából is vannak a táborban. Az eddigi években is gondos szelektálással nagyon rangos képzőművészek lettek részt, ami jelzi azt, hogy a kurátori munka az nagy igényes, tehát nem a véletlen szüli a névsort, hanem gondosan elő van készítve és gondosan kiválasztva. Úgy generációs szempontból, tehát nagyon jó az összetétel, mint a koncepcióm szerint is. A szervezők arra is figyeltek, hogy a pályakezdő fiatalok is lehetőséget kapjanak a kibontakozásra. Guido Szende Melinda székelyudvarhelyi textilművész számára elismerés, hogy kezdőként részt vehet a Pulzuson. Nehéz időt szánni alkotásra ebben a rohanó életben, és ez, hogy 10 napig csak erre lehet koncentrálni, ez szerintem lenyűgöző. A Pulzus július 23-án a Házrezső Múzeum képtárában kiállítás megnyitóval zárul, ahol a művésztelepen készült alkotásokat lehet majd megtekinteni. A munkákból katalógust is terveznek, mely augusztus közepén jelenik meg.